A mai konzultáció a már itt megszokott körben folyt, tehát a itt jelenlévő négy párt képviselői vettek rajta részt, és a mai napirend szerint a fenntartható fejlődés szolgáló energiapolitika, a gazdaság és életminőség javítását lehetővé tevő közlekedéspolitika, valamint az innovatív gazdaság megteremtése voltak a témakörök. A megbeszélés alapján egy közös sajtónyilatkozatot fogadtunk el, amit az alábbiakban szeretnék önöknek is ismertetni, és majd meg is kapják írásban. Az Orbán kormány eddigi energiapolitikáját kiszámíthatatlanság, kapkodás, diszkriminatív szabályozás és az országgyűlés által korábban elfogadott energiapolitika semmibe vétele jellemzi. A fenntartható energiapolitika megteremtése érdekében hosszú távú, kiszámítható jogi és közgazdasági keretrendszerre van szükség, és az alábbi öt területen van szükség beavatkozásra. Elsően az energiafelhasználás hatékonyságának növelését tűztük ki, ezen belül prioritás az épületek és lakóépületek hőveszteség csökkentésre, erre a célra kell fordítani az energetikai célú költségvetési támogatási források jelentős részét, illetve a CO2 kvóta aukciókból származó bevételek döntő hányadát. Ösztönözni kell a megújuló energiaforrások felhasználását, amely egyszerre szolgálhat klímavédelmi, fenntarthatósági, energiabiztonsági és munkahelyteremtési célokat. Harmadsorban Magyarország energiasebezhetőségének csökkentése érdekében kiegyensúlyozott energiaforrás szerkezetre van szükség, az import, forrás és a szállítási útvonalak diverzifikálására, az Európai Unió egységesülő belső energiapiacának erősítésére és az azt segítő infrastruktúra fejlesztések ösztönzésére és megfelelő biztonsági készletek felhalmozására kell törekedni. Az atomenergia magyarországi felhasználását csak a lehető legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek történő megfelelés mellett lehet támogatni. Az atomerőmű építés speciális, hosszú távú nagy beruházás, a megfelelő időben történő döntés, a megfelelő előkészítés, a finanszírozhatóság biztosítása alapvető jelentőségű. A döntéshozatalt megelőzően szükséges feldolgozni a fukushimai katasztrófa általánosítható tapasztalatait, a nukleáris biztonság, a technológia, a várható energiaigény, és a villamos energiarendszer rugalmassága, a költségek, valamint a lehetséges alternatívák figyelembevételét. Szükséges, hogy az új blokkok építéséről szóló döntést alapos társadalmi vita előzze meg, és arról a döntés erős felhatalmazás alapján szülessen végül meg. Ebből következően a paksi atomerőmű új blokkjai építésének támogatásáról az országgyűlés átlátható döntés előkészítés és az új blokkok építésének társadalmi támogatottsága alapján döntsön. Második témánkban a közlekedés területén. Megítélésünk szerint a jó színvonalú közlekedés a gazdaság serkentője, a mobilitás lehetőségének megteremtője, és ezért a gazdaság és az életminőség javítását is szolgáló közlekedéspolitika érdekében három területen van szükség beavatkozásra. Ezek a következő. Egyrészt a megfelelő minőségű, megfelelő színvonalú és fenntartható közösségi közlekedést kell kialakítani, a közösségi közlekedési hálózatok fejlesztését folytatni kell, illetve a Magyarország áruszállítás és logisztikai potenciáját kell tovább fejleszteni. Ennek részeként szükséges a közösségi közlekedés 2020-ig megvalósuló átfogó átalakítása úgy, hogy a vasúti és autóbusz közlekedés arányának módosításával javuljon a hatékonyság, és az utasok kulturált, tiszta körülmények között kényelmesen utazhassanak. Biztosítani kell, hogy minden település kellő járatsűrűséggel naponta többször elérhető legyen. A közösségi közlekedés minőségének javítására és az egyéni közlekedéshez képest versenyképesebbé tételére irányuló program része kell legyen a stabil, hosszú évekre kiszámítható finanszírozás, a valós megrendelői és szolgáltatói viszony kialakítása és a verseny előnyének kihasználása. A közlekedési hálózatok fejlesztése területén szükséges a régióközpontok elérhetőségének javítása, a közlekedési módok összekapcsolása, a gazdasági központok megközelíthetőségének bővítése, valamint a városi és az agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése.
Az áruszállítási potenciál fejlesztése érdekében pedig az állami szerepvállalásnak ki kell terjedni az áruszállítási és logisztikai tevékenységekre is, a növekedést elősegíteni képes fejlesztések megvalósítása érdekében. Mai találkozunk harmadrészt a KÁP kutatásfejlesztés innováció kérdéskörével foglalkozott, és a álláspontunk szerint annak érdekében, hogy a magyar gazdaság egy tudásalapú, fenntartható fejlődési pályára álljon, elengedhetetlen a kutatásfejlesztés és az innováció stratégiai ágazatként történő kezelése. A széleskörben értelmezett innováció politika stratégiai célja a teljesítmény és a verseny elvén működő tudáspiac kialakítása, nemzetközileg is elismert kutatófejlesztő és innovációs központok, kutatóegyetemek kialakítása és fenntartása, a társadalmi és technológiai innováció szakértői hátterének biztosítása, valamint a vállalati kutatásfejlesztési ráfordítások dinamikus emelése, ezen belül elsősorban a hazai kis és elsősorban középvállalkozások innovációra alapozott fejlesztésének ösztönzése. Ennek megvalósítása érdekében biztosítani kell az állam és a magánszféra szereplőinek együttműködését, biztosítani kell, hogy a hazai kutatóhálózatok az európai kutatási infrastruktúrába még jobban beilleszkedjenek, elő kell segíteni ezzel összefüggésben a nemzetközi technológia és tudástranszfert, valamint mobilitást. Biztosítani kell az innovációs alap költségvetési támogatását, és támogatni kell az oktatás és a gazdasági növekedés számára is döntő jelentőségű alapkutatásokat. Végezetül az EU 2020-as stratégiájával az illeszkedően megfelelően gondoskodni kell a régiók versenyképességének növeléséről.